Szia Petra! Nagyon, bevallom őszintén, hogy soha még ilyen riporthelyszínen nem volt, mint amit most te itt megteremtettél nekünk ezzel a kis piknik hangulattal. Megköszönjük, hogy vendégül látsz minket itt a kertedben. Azért szerettem volna nagyon beszélni veled, mert a Facebookon láttam egy felhívást, ami felkeltette az érdeklődésemet. Megszólítottad a szekszárdi lakosokat, fiatalokat, időseket, férfiakat, nőket, gyerekeket, bárkit, hogy jöjjenek el, ha van kedvük, és segítsenek neked kertészkedni. Ez hogy jött ez az ötlet egyáltalán? Miért fordultál így a Facebook közönsége felé? Erre van egy nagyon kedves és egy nagyon emberséges válaszom, és van egy őszinte válaszom, mivel én egy őszinte ember vagyok, ezért ezzel fogok kezdeni. Aztán elmondom, hogy mi lenne a reklámszöveg, hogyha azt szeretném. Tehát ez nem egy jótékonysági szervezet részemről, hanem megmondom őszintén, ugye nekem ez a második évem, hogy a kertet csinálom. Ez a terület a családunk birtokában van körülbelül 10-12 éve, viszont mivel nálunk senki sem ilyen beállítottságú, nem nagyon volt ezzel kezdve semmi, és hát én meg aztán végképp nem voltam ehhez, egyáltalán nem konyítottam, a mai napig semmi közöm, viszont nagyon lelkesen beleálltam ebbe, mikor 21 nyarán hazaköltöztem Szekszárdra, és úgy voltam vele, hogy szerintem az egyik lehető legszebb dolog, amit egy séf tányérra tehet, az az általa megtermelt zöldségek és gyümölcsök és az összes olyan alapanyag, ami a kezei közül kikerülhet, és azt gondolom, hogy egy bizonyos szint után az összes séfnek ez talán egy ilyen vágyálom, hogy vagy egy olyan étterembe dolgozzon, akinek saját kertje van, vagy pedig egy olyan életkörülményt megteremtsen, ahol ő a saját alapanyagaiból főzhet. Viszont szerintem nagyon kevesen vannak ebben, és akkor amikor én ezt így elkezdtem tavaly, akkor láttam, hogy ez egy olyan iszonyatosan horrorisztikusan nagy munka, ami nyilvánvaló, hogy a rendes munka mellett még pluszban kivesz az emberből, és mivel tudjuk, hogy nálam ugye nem egy ilyen reggel 8-tól délután 5-ig fixen kiszámítható munkakör van, főleg a nyáron, amikor amúgy nagyon nagy a szezonja a kertnek is, meg a szüretelésnek, meg a betakarításnak, meg a befőzéseknek, mert nyilván ugye ezeket mind azért csinálom, hogy nem csak frissen felhasználni a rendezvényeimhez, hanem amiből extra van, azokat ugye megpróbálni úgy eltenni későbbre. És akkor így jött az ötlet, amikor így nagyjából már ilyen kétségbeesés határán álltam, hogy most idén még tök jól tudom fogni ezt az egészet, viszont látom azt, hogy el fog tudni csúszni, és nagyon durván bele fogok tudni szaladni abban be tavaly nyáron, hogy tényleg így kiesik a kontroll a kezeim közül, és ehhez viszont nagyon kellett volna az, hogy egy nagyon kicsit, akár teljes mértékben szaktudás nélkül, de bármi olyan, amire nekem egyszerűen időm nem jut, azt tudjon valaki a kezem alá dolgozni, tudjunk olyan dolgokat előre megteremteni, ami meg fogja akadályozni ugye a későbbi kártételt, például, hogyha be tudom mulcsolni az összes olyan kis ágyás közt, akkor ugye nem fog az ágyásom sem annyira gazosodni, ezáltal ugye később nem kell majd annyit gazolni, tehát hogy tudjunk így előre gondolkodni, és nekem ezek így fel voltak építve a fejembe, de hogy a 24 óra sajnos nagyon kevés. Milyen fogadtatásra lehet? Jöttek? Segítenek? Vannak akik? Sokan jelentkeztek, két nap, ez egy szombati napon, pont munkába menet, mentem egy kétnapos munkára Siófokra, és akkor ott jutott eszembe, hogy hát ez most egy kérdést megér, úgyhogy megírtam a posztot, pont mikor megálltam tankolni, megírtam a posztot, kiraktam, és írd és mond vasárnap estig legalább egy ilyen 25 visszajelzés volt. Kerestek fiatal anyukák, akiknek a tinédzser fiait szeretnék elküldeni, és jönnének meg azoknak a barátai. Kerestek nyugdíjasok, akiknek világéletében volt kertjük, de amint esetleg a férjük, feleségük meghalt, azután mondjuk nem tudták fenntartani, és el kellett adni, és borzasztóan hiányzik nekik, vagy elköltöztek lakásba, és szeretnének kicsit többet lenni a természetben. Jelentkeztek velem egyidős lányok, akiknek nincs tapasztalatuk, de érdekli őket, meg hogy mégiscsak nyáron nem akarnak a panelban lenni, illetve jelentkeztek. Tehát így nagyon-nagyon sok olyan korosztály képviseltette magát, akire egyébként úgy nem is lőttem volna be. Volt olyan apuka, aki, hogy mi a korhatár? Hát mondom, így tudja életben tartani magát. Tehát, hogy így táboroztatást még nem vállalok. És hogy ja, mert hogy nálunk a legidősebb is 6 éves, és mondtam, semmi gond, anyuka kijön vele, persze.
poloska gyűjtés, minden poloska után majd megbeszéljük, hogy milyen hány poloska után milyen lekvár tud majd nyerni, és én kis tombolát találtam ki, meg krumplibogár gyűjtés, most már kijött a krumpli a helyéről, úgyhogy most már azt nem kell, de hogy jövőre erre esküszöm, hogy ilyen tök jó dolgokat föl lehetne építeni, és egyébként ez nekem iszonyatosan hasznos, hiszen nem használok semmilyen vegyszert, nincsen semmilyen felszívódó és nem felszívódó szerhasználat, nincsen a természetbe olyan szinten beleavatkozás, ugye, se fizikai, se kémiai. Azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy neked ez egy nagyon éles váltás volt azután, amilyen szakmai pályafutáson te már így végigmentél és bizonyítottál, tehát Angliától kezdve Amerika, itt Magyarországon, Michelin csillagos étteren, most jelenleg privát séfként ilyen privát vacsorákat tartasz, főzöl, erről beszélnél egy kicsit, hogy mi hozta meg ezt a döntést, miért döntöttél ez mellett, hogy te teljesen önálló leszel és nem leszel elköteleződve kvázi senkinek, csak is saját magadnak. Az egyik legfontosabb, amit itt meg kell említeni, az, hogy nekem már az édesapám oldaláról a szülők, illetve anyám oldaláról az ő szülei is, amióta az eszemet tudom, még bőven a rendszerváltás előtt is mindenki vállalkozó volt. Tehát, hogy én egy olyan családi modellben nőttem fel, ahol egyébként egyáltalán nem volt számomra ismeretes az, hogy reggel anyáik elmennek dolgozni, és nem azért, mert hogy ne lett volna, hanem mindegyiknek 2-3 vállalkozása volt, ami legtöbbször ugye folyamatos járkálással. Tehát, hogy ott nekünk nem nagyon volt hogy hétvége, vagy hétköznap mi a különbség, vagy így nem volt az, hogy akkor reggel 8-től 5-ig anya nincs otthon, hanem tényleg egy ilyen teljesen más életritmust láttam. Ez szerintem determinált a mindhármunkat arra, hogy egész biztos, hogy mi is a saját magunk urai szeretnénk lenni, de igazából ez nekem nagyon sokáig még nem fogalmazódott meg, hogy ezt majd én hogyan fogom tudni a saját szakmámban megvalósítani, mert hogy ugye amikor én elkerültem egyetemre és közgazdászként lediplomáztam, amit biztos voltam benne, hogy a szakmában nem fogok dolgozni, és ugye ezután választottam, hogy én nagyon szeretnék konyhai munkálatokba beletanulni, mégiscsak azért a szakirányultságom ugye a vendéglátás és a turizmus volt, de ez nem adott szakácsképesítést. Viszont én nagyon-nagyon szerettem a konyhai munkát, és akkor ugye szépen lassan így végigjárva most én se részletezni, mert tök jól összefoglaltat, hogy nagyon sok külföldi tapasztalat, aztán budapesti éttermek, és akkor vegyük azt, hogy hogyan tudsz úgymond az önállóság felé törekedni ebben a szakmában, ha lesz saját éttermed. Na most én 10 év munka után az éttermekben láttam azt, hogy ez egy olyan fajta önmagad börtönbe zárása, főleg ebben a helyzetben, amikor ennyire nincsen ember a szakmában, és egyszerűen nem tudsz kire támaszkodni, hogy tudtam, hogy ez biztos, hogy nem, meg ehhez pénz is kell, tehát hogy azért ez biztos, hogy nem egy valid életpálya én számomra, és hogy én nem szeretnék saját éttermet, illetve nyilván ezekből is, amit elsoroltál, látszik, hogy én nem vagyok egy röghöz kötött személyiség, és én nagyon szeretek sokat látni, sokat utazni, sokat tapasztalni, nagyon szeretem, hogy változatosak a mindennapjaim. Úgyhogy nagyon organikusan alakult ki, hogy én miért ezt a pályát választottam, és én úgy gondolom, hogy ez ilyen nagyon-nagyon hosszan kiaknázható történet, úgyhogy ez nem egy állomás, hanem ez így csak az első lépcsőfoka annak, ami rám vár. Mivel már előzetesen is beszélgettünk, mielőtt ez a forgatás is megvalósult volna, említetted azt is, hogy a te vacsoráid azért különlegesek, mert azok az alapanyagok, amiket javarészt felhasználsz, nyilván most így, ami a kertben megtermed, az innen származik, azt te saját magad ültetted, az olyan szemlélet szerint nevelkedett, abban benne van a te szíved, lelked, szereteted, minden. Ezt elmondod, gondolom, a vacsora vendégeidnek, vagy hogy kell elképzelni egy ilyen privát vacsorát? Hogy néz ki, hogy miről tájékoztatod az ott lévőket, akik felkérnek téged arra, hogy főz nekik valami finomat? Ez több oldalról tevődik össze. Az egyik nagyon fontos eleme ez az interaktivitás, amit te is említettél. Ez ugye nem csak abban merül ki, hogy ők kapnak egy ilyen kis sót, amiben csak én mesélek, és megkapják mellé a vacsorát, hanem abszolút egy nagyon nyitottan hozzáállva minden helyzetben igazából egy nyitott konyhában dolgozom, legyen bármilyen helyszínről szót, hál' Istennek az összes olyan általam bérelhető vagy használható helyszín ilyen, és nagyon sokszor azok a helyszínek is, ahova direktbe az ügyfél hív, ezek is mind olyanok, hogy
abszolút besétálható, ott lehet mellettem, hál' Istennek mindenki nagyon érdeklődik ez iránt a vonal iránt, hogy ugye az elkészítést is, meg a tálalást is végignézhesse. Szerintem ez egy olyan plusz tud adni a vendégnek, amit egy étteremben, hiába open kitchen étterem, nem valószínű, hogy meg fogja tudni olyan szinten figyelni, hiszen mégiscsak ott a konyhában nem sétálhat be. Ez az egyik oldala, és a másik pedig valóban az, hogy minden olyan vacsorát úgy rakok össze, hogy személyre szóló és nagyon szezonális. Tehát az azt jelenti, hogy minden fogás az úgy van összetéve, hogy éppen akkor mi elérhető a kertemben, minden olyan fűszert használok fel, ami ugye itt van. Szerencsére iszonyatosan nagy a repertoár, mert hál' Istennek a fűszernövények viszonylag igénytelnek, úgyhogy az éridegtartásomat is nagyon jól kezelik, de hogy mint látjátok itt mögöttem is egy csomó olyan mások által egyébként gaznak titulált, vagy teljesen más vonalon felhasznált termények vannak, amiket én hál' Istennek az alapján, hogy olyan éttermekben dolgozhattam, tudom, hogy hogyan tudunk felhasználni. Tehát például ugye a madársoska, amit itt az előzetes séta alkalmával körbemutattam, ennek is nagyon sok fajtája van nálam, valamiért ez a kis világos zöld iszonyú jól érzi magát, aminek nagyon örülök, mert ez egy szuper jó kis citrusos, mindjárt szedek is neked, és akkor megkóstolhatjuk. Kis citrusos, sóska ízű, de nagyon sokan ezt egyébként kihúzkodják, ami azért baj, mert hogy borzasztó talajtakaró, tehát nagyon-nagyon sok tápanyagot is bent tud tartani a földben, másrészt meg hát nagyon jó felhasználható és iszonyú dekoratív. Virágja is és a levele is eltő. Ugyanez a sarkantyúka ugye egy csomó mindenki azért ülteti, mert hogy a levéltetveket ez elvonza a haszonnövényeinktől, viszont a sarkantyúkának a levele is, meg a virága is ugyanúgy eltő, és egy nagyon jó kis fűszeres, csípős ízt tud kölcsönözni. Tehát, hogy olyan alapanyagokat tudok bevinni így a vacsoráimba, amit egyébként mondjuk főleg budapesti éttermekben elég speciális kertészetektől rendelte, vagy nem is kertészet, de hogy ezektől a kis mikrozöld termesztőktől rendeltünk be. És amikor rájöttem, hogy egyébként mi sem egyszerűbb, mint hogy ezt a magot egyébként elültetni, és hogy olyan borzasztó jól érzik itt magukat, hogy akkor miért ne lehetne nekem egy csomó olyan alapanyagom, amit egyébként horror áron kapsz meg. Tehát a snidlinget is alig kapod meg, főleg vidéken, alig lehet friss snidlinghez jutni, és egyébként meg elülteted, és ez egy tök jó évelő növény, folyamatosan szüretelhető, és minél többet szeded, annál jobban nő, ugyanúgy a virág is felhasználható, és ezt a vendégeim egyrészt borzasztóan szeretik, hogy nagyon sokat tanulhatnak, és nekem elhivatottságom az, hogy edukálni a vendéget. Tehát mi, akik a szakmának ezen a mérőfokán dolgozunk, nekünk nagyon fontos, hogy szélesítsük azt a kört, aki érteni tudja azt, amit mi szeretnénk a tányéron keresztül átadni. Ugye nagyon sokszor belefutunk abba, hogy meglátnak egy fotót, és akkor viccesen odaírják alá, hogy hát mi ezt otthon elmosogatjuk. És itt ugye az a baj, hogy megint egy kiragadott kontextus, hogy egy hatfogásos menüsornak egyetlen étele az nyilvánvaló, hogy ugye alapból egy előétel méretű, de hogy itt pont az a lényeg, hogy egy olyan vacsora élmény van a vendégnek átadva, és az, hogyha tudjuk szélesíteni azt a kört, aki ezt érti, ahhoz nekünk kell tenni, tehát ahhoz, hogy tudjanak erről az emberek, és tudják azt értelmezni, ami eléjük kerül, és ezt el tudják mondani majd másoknak, ehhez nekünk tanítani kell. Tehát nem várhatjuk el, hogy megteremjen az igény, hanem nekünk kell megteremteni erre az igényt, és nekünk most így ki kell taposni azt az utat, ami majd később a mostani fiataloknak, akik feltörekvő generáció, ők majd ezt föl tudják használni, és tudnak majd egy olyan közönségnek főzni, és talán egy sokkal nagyobb közönséget megszólítani, mint ami most nekünk megadatik, de én hiszek abban, hogy megéri ezért dolgozni. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy ez mi a csuda, mert én ezt nem tudom beazonosítani. Na hát ez mi ez a klassz kis szőnyeg? Ez a klassz kis szőnyeg, ez egy esőáztatta kávépernye. Ezt a kávépernyét a kávéházából hozom el. A pörkölés után, ugye, amit lehántolnak, ilyen nagyon vékony kis réteg a kávészemekről, azt ugye összegyűjtik. És képzeld el, hogy ez annak a kávénak a pernyéje, amit én tavaly, mi szüret alkalmával, kint dolgoztam másfél hónapot Costa Rican a kávéházának a saját ültetvényein, és amiket ott, kis cserjéket ott babusgattam, szüreteltük, nézegettük, azoknak a szüretelt kávénak a pernyéje, úgyhogy ez... Ez is mind
mint talajtakaró funkcionál itt neked? Igen, vagy? Tehát ez, ennek az a lényege, hogy ugye itt az ágyás közökben a gazokat megpróbáljuk kicsit megfékezni, és akkor ezzel egy ilyen nagyon jó kis, látod, egy ilyen záró réteget lehet. Igen. Erre fogom majd, amikor gazolok, akkor az is jön még ide rétegbe, és utána pedig ilyen fenyő, illetve akácmulcsal szórom be, és akkor így minél több réteg van, annál jobban el tudjuk nyomni azokat a szulák, nálam szulák invázió van, tehát hál' Istennek nem taraz, de legalább a szulák az mindent is megfojtana. Ez az egy olyan gaz, amit hajlandó vagyok gaznak nevezni, mert ez semmi másra nem jó, mint hogy engem bosszantson. Úgyhogy ez az első réteg, amivel védekezünk, így van. Fönhagytam, hogy húzatok venni. Ezekből én azt szűröm le, hogy meg a kerten is látom, hogy te nagyon természetközeli módon közelítesz most mindenhez. Nyilván ez megmutatkozik a főzésedbe, fenntarthatóságba, ebbe a zero waste szemléletbe. Erről egy pár mondatot így ejtenél, hogy például sokan mondjuk megfőznek 4 főre egy családnak egy paprikás krumplit, fogják a szépen a krumpli helyet, zúgy bele a kukába, és kész. Az elment a levesbe. De te meg konkrétan egy levest készítesz a krumpli helyből, mert hogy ezt is lehet. Csak valami miatt nem alakult ki ez a kultúra, hanem ugye a régi szemlélet szerint használjuk az alapanyagokat, illetve nem használjuk. Vagy nem tudjuk, hogy mi mindenre lehet esetleg még használni. Így van, én egyébként pont ezért is gondolom, hogy a magas gasztronómiának rengeteg ilyen dolgot köszönhetünk. Tehát lehet mondani, hogy a fine dining egy nagyon pazarló, mert valamilyen oldalról egy nagyon pazarló tud lenni, vagy másik oldalról pedig egy olyan különleges alapanyagokat felhasználó, és itt jön képbe az, hogy krumplihéj, hogy valóban, tehát nekem például egyik nagyon nagy kedvencem, hogy a krumplit hámozásod, ha valamihez egyébként hámozni kell, mert legtöbbször én is például itt olyan burgonyát ültetek, ami ugye ez a kis sárga burgonya, szépen megmosod, és mindenhez tök jó héjasan, mert hogy dolgozzunk lehetőleg legkevesebbet, de ha valamihez hámozni kell, akkor például a nyokkinál nem használhatjuk fel ugye héjastul, akkor ugye nagyon szépen lemosva, átkefélgetve, hámozás után ezt a héjat kicsit só, pici olaj, pici borsa betolni a sütőbe, és ilyen ropogós chipsnek ki lehet sütni, amit így is megehetsz, vagy pedig ezt fölteszed egy olyan zöldséglével, amit egyébként minden ilyen pucolásból összerakott zöldséglevest én mindig feldobok. Tehát ha bármit főzök, akkor én össze szoktam gyűjteni, és akkor 2-3 napig a hűtőben minden ilyen kis pucolmány eláll, és amikor összejön például egy ilyen kisebb fazékra való, akkor azt azért feldobom, és mindig nagyon jó, hogy van a fagyasztóban a zöldségalaplé, csirkealaplé, hogyha például bármikor szárnyast veszek, akkor mindig egészben. Tehát, hogy itt a környékünkön van egy-két olyan farm, vagy olyan háztáji vágás, ahova én be vagyok jelentkezve, és hogy szóljanak, hogyha van valami ilyesmi, akkor mindig egészben veszem meg, lebontom, felhasználom ugye, vagy felkészítem ugye úgy a különböző testrészeket, és utána ez a visszamaradó csontváz, ez megy be a sütőbe, besütöm, és utána az is föl van rakva egy ilyen sült leves alapnak. Úgyhogy semmi sem szemét, tehát a világon semmi sem szemét, mindent mindenre föl lehet használni. Ha anya csinál grill csirkét egészben, megesszük, le van ugye szépen pucugálva, és utána abból a grill csirkének a visszamaradt csontvázából ugyanígy fölteszek egy levest, és utána hétfőn ott van egy húslevesünk, amihez semmit nem vettél, és telerakod ugyanúgy friss zöldségekkel. Na és hogy szerintem ez egy mérhetetlenül nagy segítség anyagilag is egy háztartásban, hogyha az ember egy kicsit kinyit ebbe az irányba. Másik oldalról meg ugye, amit mondtál is, hogy egy nagyon természetes megközelítés, ez a kertben is igaz. Tehát ugye említettem, hogy minden abszolút vegyszermentes, tehát hogy semmilyen fizikai és kémiai behatás nem éri a kertünket, de hogyha gondolod, akkor körbe is sétálhatunk, és akkor ott még mesélek. Igen, azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy milyen elvek alapján műveled a kertet, de akkor azt közben mutassuk is meg a nézőknek, jó? Amikor megpillantottam a kertedet, akkor eszembe jutott szegény nagymamám, aki elhivatott kertészkedő volt, és ott glédába állt minden, ott gaznak helye nem volt, ott rend és fegyelem volt, ott ha engem is kizargattak mindig, hogy gazolni kell. Na hát ehhez képest a te kerted, és nem haragszom meg, ha ezt mondom, kaotikus. De ennek... De gondolom, van egy elv, ami szerint olvastam én is már róla, erről a fajta kertművelésről, de gondolom ezt az elvet te viszed tovább, ezt a kaotikus kertművelést, mert hogy ez miért jó? Valóban sokféle irányba indulhat el az, aki kertészkedésekre adja a fejét. Én
nekem két opcióm volt. Az egyik az, hogy nagyon beleállok, és összegyűjtöm az összes olyan nagy öregnek a tudását, ami igen hamar megmutatkozott, hogy valószínű, hogy ez a... Mert mi mindig így csináltuk, és nem volt rá más válasz. A másik pedig az, hogy kicsit próbáljunk az idővel gazdálkodni, jobban gazdálkodni, és azt a permakultúrás kertészkedést úgy mesterszintre emelni majd, amennyire csak lehet, és ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy megteremteni egy olyan immunrendszerét a földnek és a növényeknek, és olyan szimbiózis teremteni a benne élő állatokkal, rovarokkal, madarakkal, mindenkinek a saját természetes ellensége jelenjen meg, ne tudjon semmit túlszaporodni, pontosan ezért legyen mindennek elessége, úgyhogy nekem ez egy ilyen óriási hitvallásom, hogy egy olyan rendszer teremthessek meg, ahol minden állat és növény jól érzi magát, mert egy idő után, ha valami túlszaporodik, annak, hogyha megteremted az ellenségének ugye a lehetőséget a búvóhelyekkel, úgyhogy ha most fölmennénk a gyümölcsösbe, csak innen kukkancs föl, hogy ott van a káosz maga. Pontosan azért, mert amikor 3 évvel ezelőtt utoljára metszettem a fákat, és most már ők is átállnak egy teljesen meccés nélküli és permetezésmentes életmódra, 8 évet adtam nekik, hogy ezt ők beállítsák maguknak. Tehát, hogy ezeket az ágakat szépen ott hagytam. Nem tüzeljük el, meg nem égetjük az avart, hanem ott hagyjuk, hogy rengeteg búvóhely legyen az állatoknak, és akkor szépen jönnek a gyíkok, akik megeszik a csigákat, és a csigák nem zabálják le egy éjszak alatt az összes kiültetett palántádat, amiért egyébként ebbe az évben mindenki sírt, hogy a mesztelen csigák olyan a sok eső miatt, olyan iszonyatos szaporulatban, nálam nem volt csigakár. Volt levéltetű kár, de hogy akkor meg szépen fogtam a kis tejemet, 10% tej, 90% esővíz, kimentem a kis prickolommal, tudod, ez a kis izé, kis prickolommal lespickoltam mindenkit, és soha többet egytetűt nem láttam meg, illetve átköltöztek a bodzákra, ahol aztán nem zavarnak engem, mert a bodza az ugyanolyan jól érzi magát, tetvesen is, mint nem tetvesen, és a bodza ezeket a dolgokat szépen azért tartjuk egymás mellett, hogy amit jobban fog kedvelni, arra fog majd szépen átcsoportosulni, és így megmenek egy csomó növény. Most idén nagyon sok eső esett, de gondolom, hogy ez a fajta kertészkedési mód, ahogy itt látom, itt is azért igen, talajtakarás, sokkal jobban bent tartja a nedvességet a földbe. Tehát itt is van egy kicsi fenntartható vonal, abszolút, mert hogy nem ugye, pazarolod a vizet, hogyha mondjuk egy aszályosabb év van. Így van. Én tavaly, amikor ugye nem volt 2,5 hónapig körülbelül eső, a nyári időszak alatt heti egyszer tudtam kijönni locsolni. 12 litert bír el ugye a vödör, 12 litert a kis locsolókannám, és akkor ugye hát látod, hogy ez nem egy egyenes, igen. És a vízgyűjtöm ott van lent, úgyhogy így a heti edzés megvolt azzal, hogy kb. 200 liter esővizet locsoltam szét 24 literesével ide földszammogni, lelocsolni heti egyszer. Más boldog-boldogtalan locsol hajnalba, locsol éjszaka, és akkor csodálkozik ugye a kirepedezett horrorisztikus földjén, hogy miért nem marad meg semmi, mert azzal, hogy te belocsolod ugye azt a felszíni réteget, és ott van fedetlenül, mint egy seb a bőrödön, akkor mi tartaná benne, amikor reggel kisüt a nap, és 3 másodperc alatt el fog párologni, mert hogy nem fog beívódni, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad ez a kevés felületi locsolás, azért nem ér semmit, mert minden növényünk a földhöz közeli gyökérzetet fogja így elkezdeni szaporítani, hiszen csak innen kapok vizet, és nem fog arra törekedni, hogy lefelé menjen. Minél kevésbé locsolod meg őket, és én ezt tudtam elérni ugye az heti egyszeri locsolással, hogy és a talajtakarása, hogy a növényeim nagyon nagy részének szüksége volt arra, hogy a gyökérzetet elindítsa lefelé, és ugye ott a talajnak a lenti víztározó rétegeiből felszívja a vizet, mert hogy nem kaptak minden nap egy kis köpetet. Mint ahogyan nagyon sokan, ugye éppen, hogy csü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 c
videók, könyvek, nagyon sok kis csoportomat leváltottam, és akkor átmentem ezekbe a mély mulcsulós csoportokba is. Eszméletlen hasznos, hogy nagyon-nagyon sokat segítünk egymást. El tudnék itt még beszélgetni veled szerintem reggelig mindenről, de nyilván véges az időnk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy így megmutattad egy másik oldaladat is, mint amit lehet látni az interneten a fantasztikus szakmai pályafutásodról, meg minden, de ez most egy ilyen
igazi vidéki lány volt Petra, aki műveli a földet és teszi az asztalra a privát vacsorán a vendégeknek a finomabbnál finomabb növényeket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttünk ide, és hogy elmesélted ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nézőknek pedig remélem, hogy élvezték a műsort, vagy élvezik majd, és arra buzdítok mindenkit, akinek van lehetősége. Vagy jöjjön segíteni Petrának, vagy menjen ki a kertbe, és próbálja meg ezt a merőben eltérő kertészkedési stílust megvalósítani. Viszontlátásra!